Szeretettel köszöntöm Önöket, ünnepi beszélgetésünket láthatják. Ahogy azt már megszokhatták itt az ünnepi időszakban, mindig egy-egy önkormányzati képviselőt látunk vendégül, azért, hogy egy kicsit értékeljük az évet, és ez ma sem lesz másképpen. Egy számomra is hozzám közel álló önkormányzati képviselő a vendégem, DNS-né Fluk Györgyi, a 14-es választókerület önkormányzati képviselője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, és aki a műsorunkat figyelemmel kíséri. No, hát egy nagyon-nagyon mozgalmas év mögé nézünk most már, mondhatjuk így, hiszen napokon belül vége van az évnek. Én azt mondom, hogy vegyük sorra, hogy mi minden történt a 14-es választókörben, de előtte egy picit tegyük tisztába, hogy melyik részek tartoznak ehhez, hiszen azért egy nagyon nagy körzetről beszélünk. Igen, és egy nagyon összetett körzetről beszélünk, ugye, mert van, már milliószor elmondtam, hogy van egy kis falu, kis tanya, Börgön puszta. Akkor van ugye panel épületekkel rendelkező köfém lakótelep. Akkor ott van a családi házas övezet, a Ráczhegy és Burtelep. Tehát az ipari zóna. Tehát ebben a körzetben minden megtalálható. A falu, a lakótelep, a panel lakótelep, a kertvárosi övezet, a családi házak, és, és maga az ipari zóna. Tehát egy nagyon összetett terület, és épp ezzel a munkavégzés is, tehát illetve a munkálatoknak a végzése is, meg felfedezése is, végrehajtása nagyon bonyolult és nagyon összetett. Hiszen hát mindenféle problémával minden lehet probléma találkozni. Van, igen. Most egy picit még így kikanyarodva, egy önkormányzati képviselőnek csak problémákkal kell egyébként foglalkozni? Többségében azokról van szó? Többségében igen. Én azt mondhatom, hogy igen. Beleértve a területet ért problémákkal, meg nagyon sokan fordulnak hozzám különböző magánjellegű, magánéleti problémákkal is, és tehát csak problémákkal fordulnak hozzám. Nagyon-nagyon sokszor vannak lakossági fórumok, általában több helyszínen is szokott tartani. Én minden hónap első hétfőjén délután tartom az Erzsébet úton a fogadórát, akkor első kedden a köfém lakótelepen, de még első kedden van az önkormányzatnál a szociális bérlakásokkal kapcsolatos fogadóra, amit a hivatallal együtt készítek, mert nem vagyok hajlandó egyedül csinálni. Ez legjobb a szakemberekkel, ők is ott vannak, én is ott vagyok, úgyhogy az a legjobb. És tegnap pont egy ilyen napom volt, hogy eljöttem otthonról reggel 9 órakor, egy órát töltöttem délután odahaza, és este 8-ra hazaértem. Hát igen, elég sok rétű a feladat, igen, igen. És hát de szeretem. Önkormányzati szeretem. Képviselőként azért ez nagyon-nagyon megterhelő. Szeretem az embereket, mert ha nem szeretném az embereket, akkor nem tudnám csinálni. Tehát de olyan helyen dolgoztam mindig, gyógyszertár is után ugye az önkormányzat, hogy emberekkel, és mindig emberekkel foglalkoztam. És csak azt úgy, én nem is tudtam volna elképzelni magam egy bezárt irodába, hogy vagyunk ketten vagy hárman. Nem, az emberek. De ahogy én észrevettem, azért önhöz az emberek tényleg a szimpátia miatt is nagyon könnyen fordulnak, és hát nagyon kedvelik sokan. Igen, ezt észrevettem még a munka annak idején az OTP-be is, hogy nagyon-nagyon sokan felkerestek, és még most is, én már meg se ismerem őket, de még most is nagyon sokan rám köszönnek, hogy az OTP-ből ismertek, megismernek. Nem, az embereket szeretni kell, de nem csak azt, hogy szeretni, hanem megtalálni azt a nyelvet mindenkivel, hogy mindenkivel tudjon az ember társalogni, beszélni, és akkor nincs semmi gond. Hát ugye ennek vannak azért árnyoldala is, majd erről egy kicsit később beszélgetünk, ha egy kicsit kiveséztük, hogy mi minden történt, mert nem csak mindig a jót kapja az ember sajnos, hanem a rosszat is, hát nyilván azért fordulnak egy önkormányzati képviselőhöz. Igen, most igen. Hála Istennek kevés rosszat kaptam, most kapom inkább ebben. No, vegyük egy picit sorra, hogy melyik területen mi minden történt ebben az évben.
mennyire volt nehéz év, egyébként mennyivel lehet mondjuk összehasonlítani az előző évhez képest, ugye rengeteg felújítás volt. Igen, volt nagy horderejű munkálatok is vannak, ami ugye áthúzódik majd a befejezés a következő 19-es évre. Vannak kisebb, de most ez a nagy horderejű, ugye, mint több 300 millió, meg a 90 millió, a kisebb horderejű meg egy ilyen 5-6 milliós tételek, tehát tulajdonképpen az se lebecsülendő, mert az is pénzbe kerül. Ez történetesen a Burtelepen, ami volt az idén, a Zrínyi utcai csapadékvíz csatornának a cseréje, az a Budai úttól egészen az Erzsébet útig. Nagyon rossz volt, keskeny átmérőjű, töredezett, és ezáltal alulról áztatta a talajt, tönkretette az úttestet, tehát ezt meg kellett csinálni. Na most terve van véve, elkészültek a tervek a Zrínyi utcának, azon szakaszának is a megépítéséhez, de ezt csak akkor érdemes elkezdeni, ha befejeződött ugye az egyetemi kampusznak a kiépítése, az építések befejezése, és nem beszélve a Huszár utcai építkezéseknek a befejezéséről, mert ugye a nagy forgalmat meg kell nézni, hogy milyen pokoli állapotok vannak ott, mert ugye kijönnek autóval, járdán átmennek, és úgy mennek a Zrínyi utcára, tehát ez csak magát az utat akkor lehet megcsinálni, ha ezek a munkálatok befejeződtek, de elkészült a terv, és akkor egy körforgalom is ki lesz alakítva a Zrínyi utca és az Erzsébet út találkozásánál. Uh-huh. Tehát ott azért szükség jellegű, is van rá. Igen, ez lehet megkörülni. Tehát itt ebben az évben ez történt meg a Burtelepen, azon kívül a csapadékvízzel kínlottunk mindig, ugye. Voltak ezek a nagy esőzések, elárasztották az úttestet, volt, ahol a házakat veszélyeztette, ilyen volt a Hadi Árva utca, és mi sikerült azon részét az ároknak kibélelni, amelyik a házaknak ugye az épségét veszélyeztette a víz, az is most készült el nem ilyen régen, meg a szervizutak az Erzsébet úti 24-26-os házak előtt, ott is állt a víz, nem tudtak hazamenni az emberek, de szabályosan állt, bokáig érő vízbe kellett áthatolniuk. Ott is egy nyelőrendszert építettünk ki, hogy ezt megakadályozzuk. Tehát ilyen munkálatok voltak zömében a Burtelepen, meg azon kívül, hát ugye meg kell nézni a Halesz Parknak a játszóterét, azért oda nagyon sok-sok mindent kihelyeztünk, beleértve a játékokat, meg a zöldet is ugye állandóan újítjuk, frissítjük, az szerintem nagyon-nagyon szépen halad előre. És a Burtelep, illetve Burtelepről átmegyünk akkor a Rácshegyre. Maradjunk még egy pillanatra, ja. Bocsánat, hogy közbeszólok a Halesznál, ha már említette. Néhány hetes hír, hogy szolárfákat telepítettek a Haleszbe. Igen, ez egy nagyon egyedülálló kezdeményezés, szerintem városszerte. Igen, és nagyon. Először én ilyen furcsának véltem, de amikor megláttam, itt tulajdonképpen szép is. Tehát van, és van hát ugye esztétikum. Van nagyon jó funkciója, hiszen igen, ebben a mai rohanó világban azért már erre szükség is van. Igen, mert valaki mondta, hogy jó a fiataloknak, csak a fiataloknak, nagymamák viszik a gyerekeket ki a játszótére, és bizony hányszor van az, hogy lemerül az én telefonom is, ugye, és akkor kész, ott meg tudja oldani ezt a problémát, feltölti a telefont, folytathatja a kapcsolatot a külvilággal, úgyhogy nagyon jó dolog, tehát nagyon szép a Halesz Park, nagyon szeretik az emberek, sokan oda jönnek, a városból kijönnek, úgyhogy meg tőlünk Ráczhegyről is oda járnak általában a családok, mert Ráczhegy nem bővelkedik játszóterekben. És akkor Ráczhegynél tartottunk, mielőtt közben igen. Vágtam. Ott mik történtek? Hát a Ráczhegyen sok minden történt. Ott útfelújítások voltak, ami nagy horderei volt. Történetesen két utat újítottunk fel, a Szabadkai utat és az Adonyi utat, és pedig azon szakaszát, amelyik a Kadocsa úttól a Zentai útig megy. Tehát így most a Zentai útra torkolódó összes bekötőút elkészült, rendben van,
tényleg nagyon szép, most már csak a zentai utat kell rendbe tenni, és egy kicsit megnyugodtam, mert pont felhívtam ma, mielőtt ide jöttem volna, a közlekedési iroda vezetőjét, és közölte velem, hogy most mennek ki a zentai útra, és megnézik, hogy annak a rendbetételét, hogy mit kell csinálni, hogy tényleg közlekedési szempontból is tökéletes legyen, meg egyáltalán működőképes legyen az zentai út, mert most pokoli állapotban van. Tudnélik, az előbb is már említettem, hogy nagyon rossz a régi csapadékvíz elvezető rendszer, ugye az Zrínyi utcában is ez okozott gondot, ugyanez a gond van a zentai úton is, és ezáltal tönkretette teljesen az úttestet. Hát ezt meg kell csinálni, tehát nem csak az, hogy járdát, illetve utat rendbehozok, hanem ki kell cserélni a vezetékeket is, ami nagyon meghosszabbítja a munkát is, meg drágítja. De mindegy, tervben van, pont ma mentek ki felmérni, és akkor hát nem az, hogy a 19-es évben általában terv készülhet el, majd a 20-as években meg is valósulhat, aminek nagyon örülök. Na a másik út pedig a Szabadkai út volt, ugyanígy tehát a Kadocsától a Zentai útig, és nagyon szép lett. Csak ott szomorú vagyok, mert mi emberek nem tudunk autóval tisztességesen közlekedni, nem tartjuk be a szabályokat, és bizony azelőtt egy rossz minőségű út volt, hogy örültek, ha átzötyögtek rajta, és most egy nagyon jó minőségű, száguldoznak. És nem gondolnak arra, hogy gyerekek ott gyalog is mennek, mert ők is mennek az iskolába gyalogosan, nem csak autóval viszik őket, és a lakók panaszkodtak. Pont hétfőn a polgármester úrnak volt ez a fogadó délutánja, és akkor hallottam, hogy betelefonáltak. Tehát ez egy olyan szomorú dolog, hogy valami szép lett, jó lett, örülnek az ott élők, de mégis valami feszültséget okoz, mert ugye nem biztonságos az út. Ez volt, és akkor a Rászhegyhez tartozik, meg a Köfém lakótelephez a Zombori út. Hát az a legnagyobb beruházás az idén, ami áthúzódik 19-re, mert ott is a csapadékvizet, akkor a vízvezetéket, magát a vízhálózatot is ki kell cserélni. Ezek a munkálatok most fejeződnek be, és akkor januárban kezdhetik magát az útépítést, út- és járdaépítés lesz, de úgy, hogy egy kerékpáros sávot is kialakítanak. Ugye most, hála Istennek, Rácshegy is bekapcsolódik ebbe a kerékpár útvonalban, és történetesen az Adonyi út, illetve a Zombori út is az a része, egyik része, ahol ez az úthálózat áthalad. És hogy mennyire szükség volt a csapadékcsatorna kivezetésére, kicserélésére, nagyon szűkmetszetű volt, tehát nem töltötte már be azt a funkciót, aminek annak idején lefektették, mert ott van a Szivárvány óvodánk. A Szivárvány óvodában soha nem volt semmi gond a csapadékvízzel, mert hát elnyelte a föld, de mióta ez megváltozott, ugye az egész eső, olyan zuhatagok jönnek, nem az, hogy egy szép csendes eső, zuhatagok elöntötték az óvoda udvart is, de úgy, hogy nem tudtak bemenni a szülők, ládákat kellett letenni, hogy azokon ugrálva vigyék be az óvodába a gyerekeket, katasztrofális helyzet volt. És ezért ebben az évben megoldottuk az óvodának is a csapadékvíz elvezetési problémát úgy, hogy az udvaron rejtett, tehát föld alatti vezetéket fektettünk el egy átemelővel, és ami kiviszi majd az újonnan, mert csak az újonnan kialakított rendszerbe tudják bekapcsolni, a régiben nem lehetett volna. Úgyhogy ezzel a Zombori úttal megoldódik a Szivárvány óvodának is ez a jellegű problémája, mert nem csak az, hogy nagy volt, illetve állt a víz, hanem az épületeket is elérte, és bizony rombolt, mert ugye beáztak a falak, penészes lett ezáltal a helyiségek, ahol a gyerekek voltak, tehát romboló munkát végzett, de hála Istennek ezt sikerült meggátolnunk, mert kiépült a rendszer. És akkor a Zombori út befejezése mikorra várható? Az március végére ígérték, hogy addigra befejeződik, és addigra tényleg egy nagyon-nagyon szép út lesz. Hát bízom benne, hogy mindenki megelégedésére, mert
mert valóban nagyon rossz volt. Nagy, az is egy nagy forgalmat bonyolít le, az az útszakasz, ugye, és kiszolgálja a ráchegyieket, kiszolgálja a köfémeseket, azon kívül még ugye a két, az Arkonikot is, meg a Szepát is kiszolgálja, tehát nagy forgalmat bonyolított le. Úgyhogy most az megérdemelte ezt az újítást, most ez volt talán a legnagyobb beruházásunk a Ráchegyen. De voltak, hát most ne az utak, csak az utakról beszéljünk, hanem ott van az orvosi rendelő köfém lakótelepen, ami szintén a Ráchegynek egy részét kiszolgálja, nem csak a köfém lakótelepet. Hát már tényleg olyan, mintha Balkánon lettem volna, olyan volt az a ház, illetve az az épület belülről, és elkészült, de a hivatalos átadása majd most januárban lesz üzemel, mert végig dolgoztak bent a házi orvosok, tehát nem okozott problémát, de egy 21. századi épület, illetve rendelőintézet alakult ki. De nem csak az, hogy szép burkolat és szép, nagyobb, tágasabb rendelők a házi orvosoknak, hanem a felszereltsége is. Tehát a régi felszereléseket felújították, és egy nagyon-nagyon szép, és a második szint, ami milyen orvos van, a sportorvos van ott, meg most oda fog települni a fogszabályzás, tehát ők is ott fent lesznek, hogy a nehezen mozgók részére lift is kialakult, tehát liftet is építettek, úgyhogy nagyon szép lett, az ablakokat kicserélték, szigetelt ablakok. Egyedül a háznak a külső lefestése, renoválásában nem történt meg, de nem azért, mert nem akarjuk. Hát először is annyi rejtett hiba jött elő az épületen belül, ami el is húztam, mert ugye már ezt augusztus végére terveztük az átadást, a hivatalos átadást, de rengeteg belső hiba került ugye napvilágra, amiről nem tudott a kivitelezés, ezért eltolódik, nem az ő hibájából, ezért tolódik a pont az ív tetejére, mert nem tudja előbb befejezni, úgyhogy ez januárban fog megtörténni, és majd jövő évben a küllemét, tehát a háznak a külsejét is természetes, hogy rendbe teszi az önkormányzat, de mondom azt az idén, a költségvetésünk sem bírta volna, mert a tervek alapján biztosított összeget jóval felülmúlta az, amit eddig elköltöttünk. Tehát ez volt még egy nagy beruházás, amire nagyon-nagyon szükség volt. És a köfém lakótelepen én tavalyi évben, tehát a 17-es évben elkezdtem a járdáknak a rendbetételét, mert hát ugye 60-as években épültek ezek az épületek, hát a járdák is, és nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, voltak, és úgy hármasával, négyesével tudom megvalósítani azt, hogy újból járható, és ne gumicsizmába kelljen közlekedni rajta, mert a víz megáll a gödrökben. Úgyhogy az idén szeretném befejezni, és akkor minden ház előtt beleértve, ugye mert a köfém lakótelepen a Budai út 159-165-163-as, és ház is ott van, az is oda tartozik, és az előtte levő járda is egészen ki a Zombori útig helyreállítjuk meg, mert az is, hát nem, akkor most már legyen rendben a köfém lakótelepen, a járdák legyenek rendben. És van egy kis gyöngyszem is, ha Börgönd pusztára gondolok, akkor az egy igazi kis horgászparadicsom már fejlődött. Igen, igen, de hát a horgászparadicsomot azt nem mi az önkormányzat, hanem az egy nagyon nagyszerű magánvállalkozó kezébe került az a terület, és tényleg mindent megtesz azért, hogy az szépé tegye. Mert jóformán nagyon, nagyon haszna nincs is belőle, csak önfenntartó lett, tehát annyit talán tudott, ki tud termelni, amennyiből ő fenntartja magát, de például ugyanakkor nagyszerű tervei vannak még, gyönyörűen megcsinálta a tavat. Mellette az kis étterem, faházakkal. Tényleg ott olyan, is lehet aludni. Sőt, Pestről lejönnek, már egész nyáron foglaltak voltak a fázak, lejöttek péntek este, vasárnap este mentek haza. Horgáztak, pihentek, napoztak, tehát nagyon szép volt, és maga az étterme is nagyon-nagyon jó. És úgyhogy most múltkor, amikor kit voltak a testvérvárosok küldöttei,
oda vittük kéket, őket ebédre, nagyon el voltak ragadtatva, alig akartak hazajönni, már bejönni a városba, úgyhogy ami nekem nagyon tetszett, hogy az angolok például elkérték a névjegykártyát a tulajnak, mert ők nyáron majd ide-vissza szeretnének jönni, mint magánemberek, egy kicsit pihenni. És ami nagyon jó, hogy például volt az állatsimogató. Na, ezt akartam pont kérdezni. Az állatsimogató az megszűnt, mert olyan körülmények között voltak az állatok tartva, ami nem az előírásoknak tehát megfelelő volt, és ő nem akar semmi olyat működtetni, ami jogszabályba ütközik. És ezért elkezdtem, de csodálatosan felújítja. Mert hogy volt egy olyan terv, hogy akkor ő átveszi és folytatódik. Folytatja, már most elkezdte a rendbetételét az épületeknek, már nagyon szépen, tehát tavasszal megnyílik az állatsimogató, és azon kívül vásárolt állatokat. És hát jó, azok nem, nincs a közönségnek, ugye nem nézhetik, de ott bent van, gondozzák, ápolják őket. Arra várva, hogyha megnyílhat, megkapják az engedélyt rá, akkor megnyílik a kapu, és akkor ugyanúgy jöhetnek a fehérvári óvodások, mert nagyon szerették, sokan kijártak. Na és múltkor nagyon szeretem, tisztelem ezt az embert, mert múltkor például a polgármestertől kért egy kihallgatási időpontot, elmentem, én is ott voltam, azt hittem, hogy valami anyám, aki támogatást kér, mert hisz ez neki rengeteg pénzébe került, de nem. Azért jött, támogatást kért, csak azért kért támogatást, hogy ott szeretne egy kis strandot is üzemeltetni, mert van neki furt kutya, hivatalosan engedélyezett furt kutyai vannak, amiből ő a vizet el tudja, tehát vízzel el tudja látni a fürdőt, a strandot, ugye el is tudja engedni, be tudja engedni a helyileg hol képzelné el egyébként? Ahol? A tavak végében. Uh-huh. Tavak végében Seregélyes felé, tehát azon az utcakaszon, azt tudná elképzelni. Hát ez is csodálatos lenne, nem? Hát igen. Hát nem csak most van egy megújult, gyönyörű szép strandunk, és akkor mellette a város és végében mondom, még. Ezt kérte, de egy fillér támogatást még a városomtól nem kért. Ez nagyon jó hír. És azon kívül nagyon jó közösség van. Hát most például volt egy két héttel ezelőtt egy disznóvágás. Akkor most volt a karácsonyfáltás. Igen. És ami nagyon szép, hogy tényleg ezt polgármester úrnak is köszönhetjük, mert az ő segítsége kellett hozzá, anyagi segítsége, hogy meg tudtuk újítani a kis kápolnánkat. Hát az 1880-as években épült ez a kápolna, már lassan műemlék lesz. És nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és úgy féltettük, és most gyönyörűen helyre lett állítva. Annak is most volt a megszentelése, úgyhogy ott pezseg az élet odakint. Hát remélem, hogy ebben a szűk műsoridőnkben sikerült azért úgy nagyjából mindent kivesézni, azt láthattuk, hogy nagyon sok minden történt. Te ugye lesz jövőre is év, és hát lesznek választások egy mondat erejéig, milyen tervekkel indulnak. Na, de még ki. Hadd térjek vissza a 18-ig, ami nagyon fontos. Kicsit munka volt, de rengeteg embernek a megelégedéséhez szolgál. A Mártirok útja és a Seregélyes út találkozásánál ott közlekedni városból kifelé úgy Seregélyesen, mint át a Ráczhegyre, pokol volt. És most sikerült kialakítani egy lekanyarodó, jobbra kanyarodó sávot, tehát most igazándiból háromsávos lett az a szakasz, jobbra, egyenesen balra, teljesen, tényleg fel lehet lélegezni, mert az ember simán haza tud és menni, és nem kell illetve a Madách Imre utcáig sorba üldögélni a kocsiba, hogy mire át tudok evickélni a Seregélyes úton, tehát ezt muszáj megemlíteni. Persze, mert ezért nagyon sokan telefonáltak és köszönték, hogy ennek, ez meg előbb meg kellett volna valósulnia. Na most a 19-es évben is hát tovább szeretnénk, én amire a járdákra feküdtem. Járdákat vettem előtérben, mert elvégre gyalogosan is közlekedünk, és a köfém lakótelepen, mint ahogy említettem, én ott szeretném befejezni, hogy ott minden járda járható legyen, és főleg az orvosi rendelő előtt, mert az orvosi rendelőnek a bejáratát áttették másik oldalra, és ott nagyon rossz a járda. Ugyanígy a orvosi rendelőt, ha már említettem, a Seregélyesi úton a kórház oldalában, ugye, ahol megyünk be a kórházba, ott is szinte járhatatlan az a járda.
Úgyhogy ezeket mind rendbe kell tenni, tehát én inkább a járdára. Na de akkor függetlenül lesznek nagyobb beruházások is, mert a Mártírok útján végre az jövő évre elkezdődik a csapadékvíz csatornának a cseréje a Madách Imre utcáig, mert ugye addig történt meg, addig lett kész a Madách, illetve a Mártírok útja, most folytatódik. Tehát elkezdjük a csapadékvíz csatornával, ami nagyon nagy gondot fog, levesz az emberek válláról, mert hisz a víz elvezetése, ami tönketette ugye a kertjüket, a otthonukat, az most szabadon mehet megfelelő átmérőjű vezetékbe, és ez jövőre kezdődik, és ez maga után vonja, ami nagyon jó, tehát hogy pont ugyan szépen rendben lesz téve, mint a Mártírok útjának az eleje. Lesz külön kerékpárút, gyalogos út. Eddig is a minősége magának az utasnak a minősége jó volt, mert ugye egy réteget tettünk rá, hogy ne az a zötyögősen kelljen menni, mert már az kocsi tényleg sérültek a kocsik, panaszkodtak az emberek, hanem most pont olyan lesz, mint az első rész, tehát egy nagyon szép, ez lesz egy nagyon nagy beruházásunk, meg a téli elkerülő út. Igen, hát az egy fontos annak, igen, a közbeszerzés kiírása is meg fog történni, és pedig annak a szakasznak, amelyik a Seregélyesi útra torkolik ki a körforgalomhoz, az is rengeteget. Úgy a Mártírok útja és a Seregélyesi útnak azon szakaszáról vesz le forgalmat, akik ugye ott laknak a Mártírok útja, és megyünk is elég, és az egy kis szakasz, de ott nem is tudom, hogy lehet élni, hogy tudnak élni emberek, mert sajnos a lakások ugye az utcára nyílnak, nincs előkertjük, van is egy egész kicsike, tehát az ő életüket is egy kicsit könnyíteni fogja, hogy ezek lesznek az úgynevezett nagy beruházások, meg nagy beruházásnak számít az is, hogy elkészült a terve a Börgönpusztán a közösségi háznak. És ha úgy néz ki, hogy jövőre meg tud valósulni, ami kell, mert hát ugye a nyugdíjasok is egy kis barak épületben vannak, tehát hogy nem lehet az idős embereket, most már évek óta oda vannak bezárva, ha össze szeretnének jönni, hanem meg lesz a közösségi házunk, és ez is nagyon nagy beruházás. Akkor nagyon sok minden fog jövőre is történni, sok terv van, és hát tovább épülhet, szépülhet Fehérvár ezen része is. Bízom benne. Én nagyon jó munkát kívánok akkor a következő évhez is, és a következő ciklushoz is. Sok sikert kívánok. Köszönöm, az még messze van, köszönöm szépen. És hát nagyon-nagyon szép ünnepet, áldott ünnepeket kívánok, és egy kis pihenést is. Köszönöm, remélem, hogy meg lesz, és én is, ugye, ha nem találkozom mindenkivel, én is mindenkinek áldott szép békés, az a fontos, hogy békés, szeretetben teljes karácsony ünnepeket. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!